Köszönöm szépen, hazámat szolgálom. Tisztelt emlékező honfitársak, közös szívügyünk az, hogy ma a magyar honvédelem egyik legnagyobb diadalára, a pozsonyi csatára és a világon a legtöbb szentet adó dinasztia megalapítójára emlékezik nemzetünk. Árpád nagyfejedelmünk 907. július 7-én adta vissza lelkét, győztes csata megvívása közben érte a halála, hogy három fiát is. Népünkre 12 évvel a honfoglalás után nyugatról tört rá az ellenség. A német-római hordák Lajos király parancsára a magyarok kiirtásának céljával özönlöttek földünkre a Dunánál. A pozsonyi csata megérne egy történelmi filmet, akár egy akciófilmet is, de még ez is várat magára, sőt, állami megemlékezések sincsenek róla, amit már 10 éve is szorgalmaztam az országgyűlésben egy napirend utáni felszorolásomban, de még mindig aktuális követelések ezek sajnos. Ámos fia, Árpád kemény katonai nevelést kapott, serdülő korában már ismerte a turáni magyar harcászat támadó, védekező rendszerét, 20 éves korától vezetett hadjáratokat. A nyéktörzs feje lesz, majd 892-ben apjától átveszi a család ősi törzsének a Megyer törzsnek a vezetését. Ő lép diplomáciai kapcsolatokra Bölcs Leó bizáncsi császárral, majd annak követei 894-ben tőle kérik a magyarok szövetségét a polgárok ellen. Árpád beleegyezik, és nyomban elrendeli a honvéd visszafoglaláshoz szükséges katonai és törzsek közötti intézkedések végrehajtását. Ekkor bizonyítja be Árpád államférfiúi rátermettségét, katonai képzettségét összes ismert kortársa felett. 895 tavaszán indultak meg a törzsek az 1200-1800 kilométeres útra, és ugyanezen év őszén foglalták el helyüket a Kárpát-medencében. Így nagy területre kiterjedő és egy vezérlő fejedelem akarmattának engedelmeskedő hadműveletnek újabb példája csak Napóleon idejében ismétlődik meg. Árpádhoz hasonló hadvezér 7 évszázadon keresztül nem található Európában. A magyar állam, ekkor még nem királyság, megalakulását, megerősödését a nyugati országok vezetői gyűlölködve nézték, és az új szomszéd megsemmisítését tűzték ki célul. Luitpold bajor őrgróf segítségével, szövetségeseivel 907. májusában indult Magyarország ellen. A túlerőben lévő sereget júliusban teljesen tönkreverte Árpád vezér, aki a pozsonyi ütközetben súlyosan megsebesült, és július 7-én, 67 éves korában visszaadta lelkét Istenének. Négy daliás fiát áldozta fel a hon visszaszerzés és megtartás érdekében, Leventét a bolgárháborúban, Tarhost, Üllőst és Jutast a pozsonyi csatában. Tisztelt honfitársak, mi, magyarok, egy győztes ütközetre emlékezhetünk most. Az európai népek közül kevés, amelyik 1100. évfordulót ünnepelhet. Mi 13 éve ezt megtehettük volna. De a Gyurcsány kormány a 907-es pozsonyi csata jubileumát épp úgy agyon hallgatta, ahogy a Rákóczi vagy Bocskai szabadságharcét is az azt megelőző esztendőkben. Az iskolákban nem tanítják a magyarság egyik legnagyobb diadalát, a pozsonyi csata történetét, hivatalos megemlékezések sincsenek, ahogy történelmi film sem készült a dicsőséges eseményről sem. Így a magunk fajtáknak kell foglalkozni ezzel, miként korábban a trianoni békediktátummal kapcsolatban is tettük egyre szélesedő körben, végül elérve, hogy a 90. évfordulón már állami megemlékezés olyan, amilyen, de állami megemlékezés volt az országgyűlésben is. Ez a példa nyújthat erőt minden hazafinak az újabb misszióhoz. Köszönöm, hogy önök emlékeznek, köszönöm, hogy emlékeztetnek, és külön köszönet a szervezőknek. Köszönöm figyelmüket!